Nem létezhet szebb karácsonyi ajándék Gerics és Fuller hadnagy számára, mint a fehérházi ceremónián Roosevelt elnök által nyakukba akasztott becsületkereszt, amelyet rendkívüli hősiességükért érdemeltek. A családi körben eltöltött pihenő után hőseink visszaindulnak a harcok medejére, tudatában, hogy Amerika népe büszke, bátor fiaira. A repülőtéren családok és barátok tömege küldik üdvözletét, karácsonyi ajándékát megártó tábornok hős katonáinak. A Tel-Dunai repülőgépbázison a szigorúan őrzött ládákban újabb 15 millió dollár értékű aranyrudat küldenek Új-Zélandba, a távol-keleti harcok finanszírozására. A Yankee Zephyr-re keresztelt DC-3-as felszállásra kész, hogy a gépgyomrában lévő ajándékokkal útra keljen Amerika hős fiai felé. Karácsonyi üdvözletek, szolgálati kitüntetések, az édesanyák házi készítésű tortái is útra kelnek Amerika bátor fiaihoz, akik karácsony napján is hősiesen harcolnak hőnszeretett hazájukért. Az önök nevében is boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk fiainknak! Videórend bemutatja a Kincs című filmet. Nem sokra megyünk ki. Ha nem próbáljuk meg, akkor mikor fizetem a piámot? Greg már megtalálta a sorda nyoma, itt nekünk nincs más hátra, mint összeszedni azokat a kis aranyosokat. De nem látom, hogy felpakoltad el a hálót. Micsodát? Na ne szórakozz, te szeszkazán! Milyen hálóról beszélsz, te eszelős tojásfejű? Azt mondtad, mindent beraktál. De ezt is ott tele van a hócipő veled, te csámpás kura. A háló, nem mozdik el a háló. Hogy kapjak el egy zsergét háló nélkül? Azt hittem, te hozod a hálódat. Oh. Látod azt? Ott van! Ereszkedj lejjebb! Lejjebb! Látod már? Látod már? Akarod annyira, ugor ki és fogd meg! Igen! Ereszkedj le! Lejjebb! Nézd azt a kis aranyos!
Mit tököz, ugorj már ki! Ne szaladj el, picim! Gyere vissza azonnal! Gyere, nem bánt a bácsi! Berni! Gyere, mozog már! Nem menekülhetsz előle! Nézd, a csodaszarvas elmenekül! Rendben, kapsz még egy lehetőséget, még egyszer becserkészem! Balra tarts! Balra tarts, te eszelős! Talán ez fájni fog, remélem megérdezik, így kényelmesebben utazom. Fies, mozog már! Azt hiszem, hogy túl öreg vagyok én már ehhez. Biztos, hogy a kocsmában jobban érhetném magam. Ez a súly túl sok lesz! De csak ne pattogj! Itt! Illetve csak őt vitt haza! Várj meg! Visszajövök körülbelül egy óra múlva, rendben? Tessék! Várj meg! Hé! Várj! Hát ez én vagyok! Én vagyok! Állj meg, légy szíves! Nem a hálót viszed! Te nyomorás orvadás, kiesett a zsebemből a pálinkám! Segítség! Ez borzalmas ideg. Francba! Részeges. Elszúrta a pénzt a házta. Remélem kékre fagy a segge.
De csúnya vagy. Egyelőre elég. Tiszta víz vagyok. Gyere, pici. Gyere, aranyoska. Igen.
Mr. Gibson. És megfogtad az Isten lábát. Igen. Minden rendben? Mit keres? Erre van dolgom, menjünk! Nem sokat érnek ezek a használt kitüntetések. Hogy érti, hogy használt kitüntetések? Ezek vadonatújak. Mondja, hol találta őket? Ne szólj szám, nem fáj fejem. Egy slukkot? Na, oké, adok értük 75-öt. Rogyos 75 dollár. Az életemet kockáztatta. Darabja. Pokerezünk hát! Bernie! Előkerült Gibb! A kocsmában van! És most következett a legjobb! Nos, a krokodil egészben legyűri a szarvasomat. Ami nem volt kisebb, mint egy ló. Láttam, visszamászik a vackába, és hamarosan hallom óriásit böfög. Utána elkezdett hányni. Szóval kihányta az egészet, mert ez úgy szerette. Na, szóval látom, kihányta a szarvasomat egészben, és látom, és kimászik a vackából. Újra visszamegy, és bezabálja a szarvasomat. Amit már kihányt egyszer, de újra megette. Hé, mi baja van? Na, most a vaddisznó van. Az én vaddisznóm egy nagyon finnyás teremtmény. Hol a pokolban voltál? Mi között hozzá, te vaddisznó? Meg akart ölni engem? Tönkrement a helikopterem, mert téged kellett keresgélnem, te részeges disznó. Halljátok ezt? Jó korom. Na gyere! Lassan a testre a vénpoló. Oké, Gibi, most gyere! Tedd azt le, Gibi! Tedd le! Nyugi, öreg cimbora! Össze fogod törni magad! Hagyd abba! Hagyd abba! Tandisznó! Te nyavajás kankoca! Figyelmeztetlek, be fogok nyomni egyet! Gib, állítsd magad! Na, menj be ide! Kicsit tűzd le magad! Nagyon jó! Ez az idegen Imre menni? Komolyan mondom! Jobb lesz, ha nem állszol a hátadról! Gibb! Ennyi elég volt, haver! Képzi! Na most ide! Képzi, na most már elég is! Megyem egy favág! Ne tapemol már! Kifizetem a favágot!
köszönni. Sziasztok! Engedj el! Gyerünk kifelé! Jó vagyok! Kifelé mész ez kazán! Úgyi! Engedjetek be, vadisznó! Na, innék egyet a nagy ijegységre, Frank. Barney! Te... Igen! Jól van. Előbb iszom egy sört, rendben? Ugyan? Ó, Gib, a fenébe! Messzire mentél, hagyd abba! Vigyelmeztettelek! Állíts! Kimi! Kimi! Tedd le, majd lelőlek! Hagyd, te gyerünk! Tedd le! Bocs, öreg. Frank, bocs a kárért. Ha megjött a csekkem, kifizetem, oké? Mi az, Frank? Hagytad, hogy berúgjon? Menjetek! Jól van, megyek! Megyek már, jól van! Húzzatok el, hogy van! Na, Frank, mi lesz? Ennyibe vagyok? Ne várj! Ez a lény! Nem lehetne kicsit halkabban? Csak reggelit akarok csinálni. Hol a húskonzerv? Talán még van lent egy földobozzal. Mi az, mert nem megyünk vadászni? Nem, a gépnek annyi. Hogy? Nem forog a rotorja. A minap még ment. És nehéz volt, mint egy sózsák. Hát igen, mert rajta lógtam. Javítsd meg! Nem megy, át kell építeni. Építsük. Jesszus, azt is mutassam meg. Előbb pénz kell hozzá. Mennyi? Talán két lepedő elég a javításra. Ugyan ébresztő. És ezzel a kárért, amit láncfűrésszel okoztál Franknek. Hogy láncfűrésszel? Hé! Hey. Egyébként hol találtad azokat? Mit érdekel téged? Te meg akartál ölni engem. Különben hol voltál? Eltévedtél? Én megfogtam az Isten lábát. Éppen most akartam mesélni róla. Ne alandzsázz, erről a szarról akarsz mesélni? Kitüntetések, ezekkel rengeteg pénzt fogok keresni. Hol találtad őket? Találtam. A tónál. Melyik tónál? Melyik tó? Nagyon szeretnék tudni, te parazita. De téged csak az aroncs helikopter érdekel, igaz? Nem kérsz egy kicsit? Nem, kösz. Így van, fiam, sok pénzt. És csak én ismerem a helyet. Tartsd meg a titkod, remélem tudod, hogy a kutya kajáját eszed. Sokat érnek a háborús kitüntetések, persze csak a gyűjtőknek. Mennyit? Tudni szeretnéd, de sose fogod megtalálni. Kutya kaja. Thank you.
Maga úgy néz ki, mint egy sírás. De hogy ezt nem mondtam? Fogd be a szád. Fekszik a homokos parton, mint egy partra vetett bálna. Nem értem, hogy nem fedezték fel még eddig. Mit találtál, egy roncsot? Talán. Vagy mást. Ha egy repülőgép roncsot találtál, abból tudunk használni valamit. Azt mondtad, nem jó a helikopter. Igen, de Saxnak van egy öreg csesznája. Há, persze. Kürtölt világá, és akkor osztozhatunk fűvel fával. Azt mondtad, 75-öt fizetett darabjáért. Remek üzletember vagy. Nézd. Lehet, hogy ezek aranyat is tartalmaznak. Ha Pali 75-öt fizetett darabjáért, akkor többet is megérnek. Na ugye, nem ezt mondtam? Oké, vigyük a szállodába. Rendőrség. Elnézést, bezártunk. Jöjjenek vissza holnap. Szóval 75 dollárt fizetne darabjáját, he? Az nem rossz. Gyere. Egy pillanat. Csak nem maga az a Gibson. Igen, nem én vagyok. Gyere bőrni. Ne haragudjanak, meggondolom. Otthon felejtette a pénztárcáját. Jó lesz, ha eltűnünk innen. Hé, indulás, fiú! Állj meg! Magacsuk te! Kilométerekről megérzem a zsaruk szagát, lesült a pofájukról, hogy kopók voltak. Te beszélsz nekem, fővadász, igen? Ide hozol nekem valami lopott limlomot, bemesélled, hogy értékesek, és most a rendőrség jön utánunk? A kitüntetéseidről beszélek, te vén agy alágyúr! Én találtam! Mi másról beszélnek? Persze, az özvegyek meg örömtáncot rejtenek. Lecsillapodnál végre! Megfogtad az Isten lábát, nem igaz? Semmi rosszat nem csináltam, a törvények szerint is az enyém engem illet a megtalált roncs, az enyém, senki másé. Elhiszem, hogy a tiéd, de nézd meg, Gibi, nézd meg! Az egyik oldalon minden darabra egy sorozatszám van ütve. Csak 5 perc és a hadügyben a komputer kidobja, hogy hol ki és mikor kapta. Mondtam már, hogy hol találtam. Ott találtam azon a lezuhant Yankee Zephyr roncson. Akkor sem értem. Magyarázd meg a régiséges fickó szerepét. Ő nem kincset keresni jött ide. Gondolkozz, gengszterkedjünk egy pár leprás kitüntetésért, ne? Hidd el nekem, ezek nagyon sokat kérnek. Itt valami büdös, nagyon büdös. Biztos vagy benne, hogy mindent elmondtál? Ha? Nos, volt ott még postazsák és a medálok. Igen, azt tudom. És mi? Pia. És voltak nehéz ládák. És mi volt bennük? Azt nem tudom. Nem nézted meg? Mert le voltak zárva. Ó, Gib, te teljesen hülye vagy. Mondtam, hogy nyakig voltam a vízben. Tönkretetted a helikoptermet. Most hogy jutunk oda? Lehet, hogy a lányom tudnak kölcsön adni az útra. Neked nincs is lányod. Honnan veszed, hogy nekem nincsen lányom? Jó, és ha van, hogy én még nem láttam? Sally, itt lakik nem messze Belforsban. A második feleségem szülte. Irma. Ápolónő volt. Két szép... Irmára gondoltam, nem Sellyre. Azért. Sajnálom. De nem.
De miért, édesem? Nekem van pénzem, én vagyok az örökös. Amennyiben én jóvá hagyom, de most a válaszom nem. Ha adok pénzt, azonnal a kocsmába rohannál és halára innád magad. Hagyj békén! Hát mi vagyok én? Egy kutya, akinek az ajtók küszöbén kell csaholnia egy kis csontért. Rossz a helikopterünk, és meg kell javítatni, muszáj! Ez egy üzleti ajánlat, nem tudjuk elvégezni a kincskereső munkát a helikopter nélkül. A végrendeletben foglaltakat te is ismered, nem kaphatsz pénzt, csak akkor, ha én jónak látom. És én nem látom jónak, mert nincs megfelelő biztosítékod. Értem, szóval nem bízol bennem. Akkor én csak egy szenilis öreg tökfejű vagyok, akiben egyáltalán nem lehet megbízni. Ó, ne hízeleg ennyire. De nézd meg őt! Ő üzletember, igen, saját helikoptere van, sőt, saját farmja is van, ő a partnerem. Nézd meg őt, egy józan életű tisztelt tagja a közösségünknek. Oh. Ha ő azt mondja, akkor ott kincs van. Ha Bernie Whittaker kijelenti, hogy abból pénzt csinál, arra mérget vehetsz. Kérlek. Shelley, én már nem leszek fiatalabb. Öreg csontjaim hamarosan elporladnak. És az a kincs az enyém. Törvényesen. Rendben, megértelek, megértelek. Meséld el, légy szíves, részletesen. Az egy repülőgép, egy harci gép, úgy hívják, hogy Yankee Zephyr. És természetesen az ő farmja a fedezet. Ha akarod, írd be a helikopterét is. Biztos vagyok benne, hogy a vagyonkezelők ezt elfogadják. Jó. Jó. Én? Nos, írja alá, kérem. Igen, hogyne. Természetesen meglátogatom, Mr. Whittaker. Látni szeretném a fedezetet. Uh-huh. Láthatnám a vagyonlistát? Ó, igen, persze. Köszönöm. Az édesapám azt mondja, egy fél nap elég lesz a kincs megszerzésére. Nem tudok semmit sem garantálni, de ha megkapjuk a pénzt a dologért, egy napba sem telik, hogy visszafizessem a kölcsöt. Egyszerű az egész. Hallottad ezt el? Mr. Bernie Whittaker azt mondja, egyszerű az egész. De hát akkor kiíratom a csekket. Remek. Csak az Isten tudja, miért csinálom ezt. Köszönöm. Ez az a helikopter? Mhm. Ez a fedezete? Hát nem szép. Ócskavas. Épp azért kellett a kölcsön, hogy felújíthassuk. Különben is az apja bolondított be a kincsről szóló bugyuta meséjével, és még maga is ócsárolja az én kedvenc helikopteremet. Ó, az eszmefuttatásával lenyűgözött. Mivel én adtam $2000 kölcsönt az apám pénzéből erre a csodagépre, tehát én döntöm el, hogy mire költi, illetve mire nem költheti. Szel, van egy ötletem. Miért nem jön velünk? Így megmutathatnám, mit hogyan kell csinálni, he? Akkor maga virágot szedhetne. Rendben, örülök a képességeimről alkotott véleményének. De ez nem változtat a jelenlegi helyzetén. Tehát vagy elfelejti a kincset ezzel a borzadállyal egyetemben, vagy keres egy elfogadható közlekedési eszközt. Elfogadhatót? Hölgyem, az út 80 mérföld a hegyeken keresztül csak a tóig. Onnan még húsz a tó másik oldalához, ahol a roncs van. A kitüntetések súlya legalább egy tonna. Talicskával húzzuk el onnan. Úgy tudtam, hogy csak az apám ismeri a helyet. Igen, most mondjam, hogy megálmodtam. Oh. Legalább ne nézz bolondnak. Azt higgy el, hogy legkönnyebben helikopterrel jutunk oda. Közúton. Rengeteg utat jelölnek a tó felé, kocsival is mehetnénk. Nem, azok nem léteznek, édes. Az egy kegyes csalás. Akkor... hajóval. Végig csónakázhatnánk a folyón. Ezekben a hónapokban a hátán vihetni a csónakját, annyi víz sincs a folyóban. Lóháton? Lóháton? Mi az Isten képzel? Nekünk még egy döglött lovunk sincs. De van egy szamarunk. Befognád? Menjen szépen vissza és tologassa az aktáit. Szóval, én nem hiszem el, hogy az a valami biztonságot. Thank you.
Mr. Whittaker, nem de? Nagy örömömre szolgál, hogy megismerhetem. A nevem Brown. Theo Brown. Mr. Brown. Theo Brown. És mit akarnak itt? Tudomásunkra jutott, hogy ön és a partnere felfedeztek egy repülőt, aminek a neve Yankee-Zephyr. Több értékes kitüntetéssel egyetemben. Nos, megtarthatják az összes plecsnit. Ez garantálhatom. Bennünket csak a fontos, titkos iratok érdekelnek a gépből. Hol találhatom meg a roccsot? Csak nem azt akarja, hogy vigyem oda. Nagyon okos, Mr. Whittaker. Erről egyedül nem dönthetek, Mr. Brown. De megbeszélem a társammal, ha visszajött, és majd üzenek. Mit szól hozzá? Én a nyugodt embereket testesítem meg, Mr. Whittaker. Azt hiszem, tisztában van ön is vele, hogy az idő pénz. Persze, ha önök is úgy akarják, hogy más is megtalálja a roncsot, nekem mindegy. Közlöm önnel, hogy a türelmem véges. Gyorsan fogy a türelmem. És mik azok a fontos iratok? Csak nem az atombomba tervrajzai? De igen, pontosan azt keressük. Akkor még fel sem találták a bombát. Már kezdem elveszíteni a türelmem. Hé, ki az Isten vagy te? Ide jössz a gorilláiddal, és megfenyegetsz egy tisztességes embert? És mi történt az antik üzlet tulajdonosával? És mi történik Gibivel és velem, ha nem osztunk neked lapot? Mit szól ez, Mr. Theo Brown? Vidd az állatkertedet vissza a városba, és takarodj a területemről, mielőtt én vesztem el a türelmemet! A kalapom! Értem. Sajnálom. Elárulná, kérem, ki volt az a gyönyörű hölgy, akit Mr. Gibson felkeresett? Majd észre térsz. Gyerünk, Vance. Még találkozunk. Toljátok! Utálom a kereskedőket. Még hogy nem alkuthat. Most 20 centért csiránkozol. Gibi, hova? Gibi! Mi? Hey, Gibi! Ez Barney! Hogyhogy? Hé, csak nem itt akar leszállni. A kikötőben? Hé, Barney! Barney, megőrültél? Itt nem szállhatsz le! Ja, pedig fog! Még megöl valakit! Itt nem szállhat le, apa. Ő leszállhat bárhol. Hogy érted ezt? Ez az őrült leteszi a gépet. El innen, el az útból! Még megöl valaki. Barney, mi újság? Gyertek, igyekezzünk! Tedd azt a szart a gépe is! Nem, én nem ittam egy felessen! De hát mi történt? Jöjjön már, indulunk el! Én nem megyek haza! De mi ez a nagy sietség? Gyerünk már! Tegyen le, mit akar? Tegyen le, apa! Tegyen le! Én nem megyek azzal a valamivel! Ki akarok szállni? Engedjen ki! Jó, édesem! Ne izgulj annyira, szépen! Nincs hozzá jogodok, hogy írgadjatok! Hey, Bernie, ma este a flaskával fogok aludni. Mit képzel ki maga? Ez emberrablás! Ó, nézd! Ó, ott repült a kaviárod! Hogy sikerült felszállnod ezzel a szarral, Bernie? Hiszen Sallyvel túl súlyosak vagyunk. Ez vicc volt? Ez megint egy hülye vicced volt? Nyugalom, Sally! Thank you.
Toronyon HSA-nak. Toronyon HSA-nak. HSA vétel. Igen, vettem. Elindultam a rendeltetési helyre. Tökéletes! Baj. Úgy félek. Semmi baj, Ilde. Ó, Istenem! Égi, púzolj arrébb, megpróbálom vezetni ezt a valamit. Nem kértem, hogy repülhessek önnel, ez az ön zseniális ötlete volt. Hé, Szeli, ülj kijebb, menj egy kicsit kijebb. Megvannak, Béker? Itt vannak a vadonak. Irány 109. Igen. Igen, tudom, egy kis légörvényben vagyunk. Rögtön rosszul leszek. Ez egy turbókondenz. A vákum miatt néha belobban. Ha nem éri felületi súrlódás, olykor be is robban. Nem hiszek magának. Kiírjam őket? Repüljön mellé. És megyük valahonnan? Nem. Helikopter a földnek. Van ott valaki? Mi a helyzet fent? Az antikvárius azt mondta, az öreg egy tóban találta fent északon egy folyó torkolatának. Ennyi elég. Legyen úgy, mintha lerázott volna. Találkozunk a folyóparton. Szerezzen csónakot! Mi ez az öre, hé, Bernie? A fenében. Kapaszkodjatok! Bernie, mi az Isten csinál? Elég, ebből elég. Elegem volt a sírt a repülésből, azonban tegyen le, ki akarok szállni. Nem haltunk meg. Örni, követelem az aranyfogadat. Ne rángass, légy szíves! Na, gyere, Szeli, meg kellene ölnöm. Na, mász ki, Szeli!
Jól vagy, Pajti? Más kialatta. Ez fantasztikus volt, Bernie. De úgy látom, búcsút intetünk a helikopternek. Igen, én is úgy látom, Gip. Te jól vagy? Ó, ez óriási, ez remek. De hogy vagy, Sally? Semmi bajod? Na és én? Ő jól vagyok, remekül. Biztos, hogy jól vagy? Igen, igen, semmi baj. Nagyon sajnálom, hogy ilyen szerencsétlenül jártunk. Ó, felejtsd el! Egy pár óra. Azt mondtad, csak annyi az egész, hogy a kincs a miénk legyen. Ennyire egyszerű. Jézus, mindig ennyire fölkapja a vizet, ha valaki nem fogja a kezét, ne? Olyanok vagytok, mint két kakas a szemétdombon. Én mondtam neked, hogy ez egy rakás ócskavas. Most hova megy? Nem tudom, be kellene jelenteni? Gibi, hova mész? Kívánok egy felest. Sok barátja van itt a hegyekben, és megy, keres valami piát. Hogyne. Igen, sok barátja van itt. Persze. Hát akkor hívjuk meg őket egy partira. Jó lenne a barátokkal. Egy igazi jó buli. Legyűgöző. Nem is értem, miért nem kezdtem már sminkelni. Rögtön megérkeznek a vendégek. Ez a rohadt ócskavas! Semmi. Egyszerűen semmi. 15 mérföldre lehet. Azt hiszem. Tartson éjszaknak. Oké, éjszaknak tartson. Az új táborhelyez, a csúcson túl. Olyan ez, mint a jelzőtűz. Igen, nagyszerű. Talán valaki észrevesz bennünket. Épp ettől félek. Baker maga egy idióta. Elnézte a térképet. Nem délre vagyunk a tótól, hanem északra. Nézze meg ezt a térképet. Pontosan itt vagyunk. Ó, oh, mit csinál? Oh. Jön valaki. Jó lesz. Hé! Gyertek ide! Eljött egy barátunk, most pedig szállj le a lányomról. Hé, Gip, örülök, hogy újra látlak. Apa, hol csavarodtál? Szóval tudjátok, a kedvenc papagájuk sokat betegeskedik, ismered? Nagyon. Szóval adtam neki egy kis színverősítő pálinkát, de nem kellett neki, hát megittam én. Ezt ismételgetem majd minden órában. Eladjuk a helikopterroncsot. Hé, Harry! Na, mit szólsz az eszemhez? Hé, öreg, lassabban! Jó srác! Hé, Harry! A fickót már évek óta tanítom. Na, mit szólsz apáthoz, kislányom? Hát nem szép az élet. Na, na. És hol van a kincs elásva, Gip, ha? Ismerlek, Vénzsivá, miben sántikálsz? Burn szerint valószínűleg zsaruk vagy gengszterek követnek.
Túl nagy az érdeklődés a kitüntetések után, érted? Ja, szóval érméket találtál. Igen, Gibi nagy hével indult, egyszerűen nem értem. Akárkik is. Köszönöm. Nem érdekel, akkor is az enyém lesz. Neked mi a véleményed, Bernie? Na, mondd el, mit találtál ki. Ez megint. Beethoven, nem, de az ötödik. Hm? Bravo, apa. De hogy a fenébe jutunk el oda? Harry, feltételezem, nem szívesen döntenél. Kölcsönadnád a kocsidat? Komolyan gondoltad? Megkérhetnénk aranykezet, csináljon egy autót. Egy kocsit most? Ez az az okos kis. Valóban jó ötlet. Képes vagy rá. Én adok hozzá négy kereket. Na ez az. Tehát már csak egy motor kell és indulhatunk. Igen, és ha a tűzmadarat használnád, vagy egy részét, he? Persze, milyen állapotban van a motor? Ez fogas kérdés, de szerintem mint a svájci óra. Hűha, az biztos tropára megy. Nem, biztosan nem. Akkor felrobban. Na, az lehetséges. Én fogadok rá. Hova tétet? Hogy vagy tök? Remek! Éreztétek ott magam. De ez nem is a te házad. Igen. Jó, igen. Jó. Szerencsére hallom, nem zöldnek az ágat. Ezt nem tudom elhinni. Légy. Abból még lehet valami. De ha visszajöttem... Hey, Charlie! Hey, Charlie! Gibi! Jaj! Használd fel a fülét! Hogy amely a kereket! Persze, azt is. Na te kék, sinem vagyunk! Azt mondja neki, jól van, sógor, azt hiszem megveszem, de ugye jámbor ez a ló. Tudom. Majd azt válaszolja, hogy meg... A múltkor is hárman mozdult, így az Isten tisztelt. Kicsétek az öreg orvvadász! Parancsoljatok, úton vagyunk! Nem megmondtam! Már csak egy rádió hiányzik. Az jó lenne. Szágult ez, mint egy Ferrari! Segíthetek. Jó reggel. Szép időnk van, nem? Három embert keresünk. Elnézést, nem értettem, hogy hívják? Harry. Persze, Harry, ugye? Igen. Csak azt szeretnénk megtudni, hogy voltak-e tegnap este látogatói. Úgy értem, kértek-e a barátaink segítséget? Tél időn mindig elmaradnak a barátok. Nem értettél. Csak azt mondd meg, hogy mikor és miért voltak. Nézd oda, Harry. Azt hiszed, nem tudom, hogy került oda? Na, beszélsz! Valami kincset keresnek fent, az északi tónál. Hoppa, szedd a kocsira! Nem tudok. Kérem, higgy el! Halló, főnök! Nincs valami jobb út? Álljunk meg! Ez itt jó útnak számít.
Jézusom! Mit akarnak ezek? Úgy látom, vége az útnak. Menj keresztül rajtuk. Veszek ki. Miss Gibson. Megengedi, hogy hódolatomat fejezzem ki? Oh. Mr. Whittaker, ön már nagyon idegesít. Igen, meg tudom érteni. És Mr. Gibson? Mr. Gibb? Határozottan örülök, hogy végre megismerhetem. Ezekre mondható zsaruk. Mr. Gibson. Igen, biztosíthatom, egy olyan idős személy, mint ön nálunk nagyobb kényelmet talál. Meggyőződésem, hogy ön a hely ismeretével képes elvezetni bennünket úti célunkhoz. Megóvhatnak bennünket a felesleges kalandoktól. Látod, mondtam, hogy azok a medálok sokat érnek. Nekem Gibivel szerződésem van. Velünk marad. Valóban? Azt ajánlom, bontsák fel a szerződést. Különben... Bernie, emlékszel a krokodilra? Egészben legyűrte a szarvasomat, ami nem volt kisebb, mint egy ló. És aztán visszamászott a vackába. Kihányta az egészet. Hát kihányta. Látom, visszamászik a vackába. Szóval kihányta az egészet. És amit kihányt, azt újra meg finom kacsa! Jézus, mit csináltam? Indíts gázt! Gibi! Szállj le onnan! Gibi, ne! Nézd el! Gyere már! Gibi! Hozzátok vissza! Ott az öreg! Mozogjatok! Megvan, ott szalad! Ott! Ne öld meg! Örni, kérlek, lassabban! Fel fog borulni! Bernie! Ó, Madonna! Tűzszünet! Tűzszünet, mi gyengelméjűek! Ne üljétek meg! Ne üljétek meg! Utána, idióták! Fejezd be! Ne lőj rá! Ezek nem mesterlövészek, ugye, Gibi? Béker! Béker! Állítsa le azokat az idiótákat! Érdekel az öreg! Csak ijesszítve! Rendelkezünk a fegyben! Ti menjetek a helikopterre! Béker, menjetek a dombra! Gyerünk! A helikopter! A helikopter! Béker! Élve kellenek! Indíts! Indíts! Indítsd a gépet! Indítsd a gépet! Mozogjatok! Bernie, le fogunk zuhanni! Ugorj! Ugorj ki, Bernie! Bernie! Ugorj már! Szállj ki, Bernie! Szállj ki! Gyere! Gyere! Thank you.
Bibi! Őt nem bántják, őt nem bánthatják, csak ő tudja, hol van a ki. Gyere, menjünk! Csavagoljuk össze a szállításhoz. Nagyon jó. Hé, tegyetek le! Tegyetek le! Tegyetek le! Tegyetek le! Tegyetek le! Elfogták apát. Ismerem Gibbet. Életük végéig megemlegetik Gibb segítségét. Mint képzeltek, nem vagyok én szarvas, Mika. Pedig karámba teszlek. Ó, Mr. Gibson. Boldog vagyok, hogy elfogadta a meghívásunkat. Biztosíthatom, megteszünk mindent, hogy jól érezze magát. Aha, boldoggá tesz, és a célba lövést is gyakorolni fogják. Ez csak öntől függ. Ez a magáé, igen? Ezt egy repülőgép roncsban találta ön, valahol itt a hegyekben. Tudni akarom, hogy hol. Nekem az az érzésem, valószínű, hogy valahol itt van. Ott nincs. Legalább annyira ráérzett, mint én a pálinka szagára. Rosszul. Nos, Mr. Gibson, elfelejtettem bemutatni az embereimet. Ez itt Mr. Szájbavágás. Ez itt Mr. Bordatörés. És a legjobb emberem, Mr. Erőszak, aki megerőszakolja a lányát, a tovább szórakozik. Igen, szóval értem, ha jól értettem mondani valóján a tartalmat. Mert tisztán is világosan lesz. Fogd be! Igen, uram, igen. Baker! Vigye Mr. Gibsont a terepjáró első ülésére. Ó, csak nem kocsival megy, az egy kicsit fura. Arra nem vezet út, ahol erre a ilyen kis zefír van. Sőt, amikor rábukantam, át kellett másznom a legmagasabb hegycsúcson, mielőtt találkoztam volna. Nem érdekel, ha a hegycsúcsnál van, vagy a tófenekén. Elhatároztam, ez az expedíció megtalálja azt, amiért idejött. Ha össze is kell törnöm azt a piszkos, borotválatlan, ronda pofádat darabokra, akkor is elviszel ahhoz a roncshoz. Elég érthetően mondtam. Felfogta végre? Nagyon kultúrált volt. Szokott ön predikálni is, uram, már úgy értem. Rohadt tökökre. Nem talán egy fickó, nem? Békel? Mi van a másik kettővel? Átvágtattak az erdőn. Gondoskodjon róluk, mert ha a rendőrségre mennek, azt hiszem túl sok kiránduló lesz itt. Ne aggódjék, Mr. Brown. A helyzet urai vagyunk. Értem, helyes. És Baker? Igen? Nem kell jelentést tennie róla. Indulás! El a csúcsra! Hello, Mr. Gibson. Ön a túravezetőnk. Délnyugatnak. Thank you.
légy szíves, mondd el, mi folyik? Nem nyugtatna meg, ha azt mondaná, hogy itt csak kitüntetésekről van szó. Szerinted mi lehet? Valami nagyon értékes lehet. Mi lesz Gibivel? Mit csináljuk? A helyzetet tekintve, ha előre megyünk, megszívtuk. Ha meg vissza, akkor még inkább. Szóval menjünk előre. Két haláljuk. Jöjjetek! Vissza, 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 vissza. Na vissza, mozogjatok! Mozogjatok! Még! Maguk maradnak? Hátra! Hátra! Szóval, Mr. Gibson. Mutassa meg, kérem, hol van pontosan? Nem tudok olvasni, Mr. Mutassa csak, kérem. Nos, itt van valahol. Talán itt. Cheers. Jártam egyszer egy lánnyal. Olíva bogyó. Ugyanolyan piros volt a szeme, pontosan olyan, mint a bogyók szeme. Remek. Megmondanád, hová megyünk? Rengeteg a nyom, előre is, hátrafelé is. De akkor merre mennek? Nem tudom, tudom. Elég bonyolult. Ha erre mennék, akkor át kellene bújnunk. Azt hiszem, jobb, ha erre próbáljuk. Tudom. Behapzsolta egy ló felét, majd ezután visszament a rejtek helyére. Itt kiöklenyezte, kiállta, tudják, és arra várt, amíg megkocsonyásodott. Szóval... Halt! Hiha eltévedt. Eltévedtem, főnök, most először. Mondja meg ő felségének. Mr. Brown? Megálltunk, Mr. Gibson. Igen, uram. Nos, hát ezek a nyavajás netves hegyek, tudja, annyira egyformák. Nézze, itt is egy kis barna. Tehát? Látja, mindegy forma, nem, de ott lent nem lehet tudni, hogy mi van itt fent. Isten tudja, mi van fent, vagy oda lent, nem, de nagyon untattam. Nekem mindegy, hol ölöm meg. Oké, kábos, mindenki róra, vágjatok bele a sarkantyútokat. Mindenki csak jobbra figyeljen, balra túl meredek. Hülyét csinál belőlük. Nézd meg azt! Ezen a hídon már legalább kétszer átmentek. Igazán nem akarom elvenni a kedvedet. De fázom, fáradt vagyok, és nem tudok tovább menni. Rendben. Megvan. Lovak! Micsoda? Lovak! Lovak. Nekünk nincsenek lovaink. Hé! Hozzák vissza a lovamat!
nézd csak, ez itt a Maori hegyvidék, itt ez mind elnézést kérek. És mi éppen átlépünk a 25. délkörön. Értik, mire gondolok, emberek? Katonák, figyelem, hátra, arc! Gyerünk! Kövessetek, forduljatok meg a kocsikkal! Megérkeztünk. Nos? Ki lakik itt? Nem tudom. Itt nem lakik senki. És nem baj, ha itt maradunk? Miért lenne? Azért építették. Itt mindig találsz takarót, élelmet, meg ami kell. Babkonzerv? Meg babkonzerv. Sally, mit szólnál egy forró fürdőhöz? Tessék! Hallottad. Milyen forró fürdőhöz? Mit csinálsz? Gyere, kérlek, segíts. Emeld fel. Na, ezt nézd meg. Ez a kád. Pancsikálhatsz. Megöldek. Látom, látom. Vegyél a fát. Hogy álltok? Hogy kétszer jártunk ugyanazon a hídon, háromszor a hegytetőn, és minden reggel ugyanabban a patakban mossuk a lábunkat. Mr. Brown? Várjon, béke! Szerencsétlenségünkre nem ölhetjük meg. Mr. Gibson, gyűlölöm az erőszakot, éppen ezért választhat két lehetőség között. A. Befejezi ezt az infantilis gyerekded játékát, és még ma elvezet a Yankee Zephyrhez,
Vagy B, megkeresem a lányát, összetöröm gyengéden, kiméletesen a csontjait, és ezután kérem meg, hogy vezessen bennünket a jenkizetérhez. Nos, ha választatok, akkor az első alternatíva. Remek! Ez nem megy olyan simán. Tudja, amikor először láttam a Yankee Zephyrt, olyan részeg voltam, mint a segg, mert a születésnapomat ünnepeltem. Azt meg tudom érteni. Elfrissíthetem a memóriáját. Segítség. Jármű nélkül maradtunk. Szerezzük meg valaki másét. Jöjjön. Gyere gyorsan! Igyekez! Gyere már! Hasonlj! Ó, Istenem! Fogd! Hogyan? Fogd meg! Miért? Nem sokára kezdett tüzelni. Tüzeljek? De hova? A levegőbe, akárhova nem számít. Én nem tudom! De tudod! Ez a magáé, Mr. Gibb. Jót tesz a szemének. Nem köszönöm, már reggeliztem. Jól esik a cigaretta? Aha. Többet kajáltál? Hát, mikor indul. Majd Mr. Browns. Tettek csomag. Mindenre kellett most a... Mit mérlek, persze. Hát azt, amit mondtál. Honnan ez a fickó? Biztos nem össze. Biztos nem össze. Mint a francba. Jó, viszem már, itt a francba. Gibi. Gibi. Jézusom. Csak a levegőbe lőj. Megpróbálom. Fenébe! Földök!
Vigyázzatok! Előttünk vannak! Gyertek, mozgás! Bocskavas! Erre, erre! Ide, ide! Gyertek, mozgatok! Folyó, gyertek a folyó! Gyertek már! Húzz vissza egy kicsit! Húzd már! Mozgás, a folyóhoz! Igyekezzetek! A hajó, gyerünk erre, erre! Gyere már! Gyertek! Viszik a hajókat, mozgás! Igyekezz! Ébresztő! Hajt, igyekezz már! Segítség! Hol vagy, Péker? Péker, te idióta! Nem hallod? Péker! Péker, hol vagy? A hajó! A hajó! Gyerünk a másik hajóért! Hajóval öljetek a hajóra! Tegyétek vízre a hajó! Vagy, gyere, köszönöm! Őt őket, Péker! A hajót, a hajó! Vitorlás bajnok, Oakland, repülő hollandiban, ő az én lányom. Ez nekem nem tetszik. Hé! Hey! Nem! Vigyázz, megfordulok! Kapaszkodj, gyere onnan! Szent József, bocsássatok meg! Sally, gyorsabban! Ez nem megy gyorsabban! Füstöl a motor! Add ide a kezed! Add a kezed, behúzlak! Na, most!
szállj ki! Ennyire lassú, ne? Igen. Igen. Hagyjuk itt. Nézze, a csónak még ki van kötve. Indítsa be a motort. Elnézést, uram. Indítsa be a motort. Látom a vérszopót. Pedig itt kell lennie valahol, az tudni. Mi az ott? Hol? Az csak a napsugár. Mondtam, hogy a partnál van. Már egy percet. Besodródott, hogy a krokodil legyen meg. Megvan! Nyugodj meg, apa! Megvan, megvan! Több száz látok már. Igen, ez egy jó kérdés. Van itt hátul egy kis ajtó. Dobáld ki a felesleges holmit, így leszeljünk kivinni az árut a partra, azt meg add ide. Mi? A búváruhát add már. De legalább 5 méter mélyen van. Na és kihúzzuk a partra. Bár már látnám. Szóval kihúzzuk. Te olyan okos vagy. Én megnézem föntről, te maradj itt a folyónál. Oké. Okay. Szerencsétlen, szerencsétlen ember vagyok. Hé, megvan a kötél? Igen. Na gyerünk már. Gibi! Kérlek, igyekezz!
Bernie rögtön elkészül. Gibbi, igyekezz! Igyekszem, igyekszem. Baker! Itt vagyok! Baker! Itt vagyunk! Ezt hogy csináltátok? Hadd ne meséljem el, ez a hülye lóni nem... Megpödült az orvai, kisodrottuk. Jól van, elég a siránkozásból, vontassuk be. Van ott egy kötél. Gyerünk munkára. Kösd rá. A bokroknál, neked balra. Mondom, balra! Figyeltek. Bernie, jól vagy? Adj még kötelet. Kell még kötél. Nem engedlek vissza. Egy kis zátonyom áll. Ha most nem húzzuk el innen, holnap reggel talán már nem lesz. Bernie, ez nem ér annyit. Talán csak egy pár ezer dollár. Ismersz, nem szoktam elérzékenyülni, de... Ezt nézd meg! Az istenit, ezt nézd meg! Szent Isten! És odalent. Még legalább ezer ilyen rúd van. Úgy érted, jogunk van hozzá? És ebből is van még bent több ezer, ezt nézd meg! Ez a repülőnk volt. Apa ezt nem látta. De te tudtad ezt? Még miket hazudoztál nekem? Semmi! Az üldözőkről sem szóltatok? Róluk is hazudtál? Az a te érdekedben volt. Ne gyere ezzel a baromsággal bármi! Milyen baromság? Nem a védelmemért tetted, hanem ezért! Jól van, ha ennyire kikészít, akkor visszadobom. Mit szólsz hozzá, mi? Elég! Hajt! Add ide! Én hoztam fel! Vissza akarom dobni, és kész! Add ide! Igen, igen, tetszik vagy sem? Ez van, na milyen érzés? Jó, igen! Mi? Igen? Igen, tetszik! Igen. Ez arany! Aranyat találtunk! Ezt nem hiszem el! Ez több millió dollárt érhet! Ibi! Apa! Aranyat találtunk! Igen, tudom, hogy aranyat ér az én lányom. Arany. Arany. Gyerünk, nyomjátok! Java! Ebben a tóban kell lennie. Oké, indíts! Indíts, Sally! Baker, mit csinálsz? Hey, Boston! Gyertek vissza! Várjatok! Gyertek vissza! Baker, gyere vissza! Majd küldöm a meddőcsónakot! Baker, gyere már vissza! Gyere vissza, te nyavajás! Te semmit! Pedig itt kell lennie. Nem értem. Hol lehet? Mr. Brown. Itt volt. Ott vannak. Úristen. Sally, indulj! Indulj, Sally! A Yankee Zephyr. Indulj, Sally! Teljes közel előre! Értettem, kapitány úr! Megyünk már! Már majdnem az enyém. 15 millió dollár.
irány, Berni! Ne vontatjuk a folyótorkolathoz egészen a kis patakhoz. Ott akár egy hadihajót is elrejthetsz. Mit gondolsz, mennyi lehet ez? A miénk a Yankee Zephyr. Hé, Szeli, ezt a sebességet tartsd. Ott a folyónál fordulj be! Mi történt, Szer? Csak nem rendezvút van. Látogatóink jöttek! Ott! Mit? Brown! Hey, Sally! Megint kezdjük! Gyere vissza a hajóval! Nyomás! Igyekezz! Gyorsan! Na jó, öreg Berni! A francba! Hát, krokodil lesek egy hónapig. Megint. Tüzeljen tovább! Én felmászom a roncsra! Majd levitték a fejemet a sapkámmal együtt. Hé! Hey, oda néz! Nézd azt! Mi? Krokodil leszek egy évig. Az arany nem, de... Pontosan. Igen. Hol találtad? A te roncsodban. Peter, tüzeljen rájuk! A tegséget nem megmondtam. Gyerünk, lányunk, indulj! Rendben. Kapaszkodj! Lőj, te agyalágyul! Hé, hey, eltalálta a légzsákot. Kapnak tőlem 30 másodpercet, hogy eltűnjenek és magamra hagyjanak a 15 millió dollárral. Magának adjuk, hülye! 15 millió a szánypálinka. Mr. Brown! Mr. Brown! Süllyed a roncs, Peter! Mr. Brown! Mr. Brown! Oh, az Isten szerelmére, felejtsd el, Bördi! Felejtsd el! Sally, gondolj apádra! Szegény apádra! Elsüllyed! Bördi, felejtsd el! Hey, Brown! Köszönjük, Mr. Gibb! Tűnjenek el onnan! Süllyed meg! Mr. Brown! Mr. Brown! Jönni, tenned kell valamit! Meg kell mentened őket! Nem hagyhatod őket! Hagyd ott őket! Ez az enyém! Tűnjön el innen békkel! Ne jöjjön ide! Mindkettő béker az a csónak, ami süllyed. Az is az enyém. Érti, az enyém? Nem, te hülye bolond, az enyém. Enyém, minden. Az enyém. Nincs pénze. Mm.
ide jutottam. Igaz ajándéklónak, ne nézd a fogát. Add ide az az enyém. Nem az enyém. Ilyen kiátfricskázott zefírjai. Kitaláltad meg a ilyen kiátfricskázott zefírjai? Nem több, mint egy hajszá. Csak ennyire voltunk a boldogságtól. Igazad, nem bánkódom. Kellemes Bernie, kezdek készhez térni. Most fogom fel, hogy a tófenekén vannak az aranyrudak. Igen, vagy 800 méter mélyen, az annyi, mint lehetett. És tenger alatt járóval, vagy annak a francia fickónak van egy, tudod, egy egyszemélyes, tudod, olyan, mint a kád. Mindegy, és ha kiszivattyúznánk. Bernie! Hey! Az öreg piás ládája. Megvan a pia. Bernie! Gyere így áll velem! Bernie! Te ingyen élő! Hiszen van aranyunk. Egy egész rúd. Ebből szervezhetünk egy profi búvárcsapatot. Talán még hitelt is folyósítanának. Ó, Bernie! Egyszerű az egész. Sally, miért nem veszünk inkább egy helikoptert? Mi történt a kalandvágyaddal? Értsd meg, lent van az arany. Talán egyszer valaki úgy is kiszedi. Egyszerű az egész, ha? Igen, egyszerű. Bernie! Bernie és Sally összeházasodtak, jelenleg a Helventus utazási iroda tulajdonosai Queenstonban, Új-Zélandban. Gibby Gibson Port Saidben a Kocsma Krokodilhoz nevű klub üzemeltetője és tulajdonosa lett. Magyar hangok. Andrész Kati, Imre István, Kisfalusi Bálint, Lakló Taladár, Lukácsi József, Csénémet Lajos, Perlaki István, Salinger Gábor, Simon György, Varga Tamás. A magyar változat munkatársai Áhel László, Dávid Imre, Demjén Imre, Dudás István, Mata Zsófi, Miklai Mária, Rónai Rita, Szalai Éva, Vácz Zsuzsanna. Thank you.